Összesen 1200 pályamű érkezett a szemlére. A zsűri a zárórendezvényt megelőzően Vajdaság 6 körzetében tekintette meg a beadott műveket. Palicsra már csak a legjobb 130 juthatott el. Az amatőr festők, ők szabad festők, és javarészt festenek, egyrészt faragnak, amit itt is lehet látni, és grafikával, monotípiával, vagy hasonló technikákkal dolgoznak, de 90%-a akril és olajfestmények a kiállítás anyaga. Sokan idősebb korban döntenek úgy, hogy hobbit keresnek, az pedig a festés lesz. Már több éve festek, a realista irányzat áll közel hozzám, szeretem a természetet megfesteni, életképeket realista módon. A szemlére Vajdaság szinte minden pontjáról érkezett mű. Jovanka Jejina 1995-ben költözött Mitrovicára Horvátországból. Képén a dalmáciai kövek, Dalmát ajtó látható. Sa ovom slikom koju sam danas ovdje htjela da pokažem, htjela sam da stvari da pokažem svoj kraj i sve ono što sam htjela da zadržim, da se ne zaboravi. Znači jedan mentalitet, jednu pečat jednog vremena, pečat naših predaka. Bas Emma műve dicsérő oklevelet kapott. A ludasi tó, a csónak és a halász megfestésekor hideg színnel a kék árnyalataival játszott. Különben a tájképek, vagy pedig a fák, nagyon szeretem az őszi, amikor olyan színes, és a sárga, narancssárga árnyalatokkal játszadozni, barnával, világos barnával, szóval az is egy kihívás a részemre. A 16. vajdasági amatőr festők szemléjén a zsűri 5 első és 5 második díjat osztott ki. Emellett dicsérő oklevelek és külön díjak is gazdára találtak. A kiállítás megnyitóját kultúrműsor színesítette.